Rádió. Bakjó éjszakája. Minden este 10 órától 12 óráig élő kívánság műsor, a Bagyok randevúja, azaz a Bagyok éjszakája. Mindenkit szeretettel várok. Bagyok éjszakája. Merci Rádió. Kukurukú! Kis estét kívánok minden kedves rádió hallgatónak is, vidámot. Önök a Merci Rádió éjszakai baglyok adását hallgatják, de látni is lehet a Facebook új Merci együttes kedvelők oldalán. A mikrofonnál Hegedűs Erzsébet. És Strain a Miki. Szia, drágám. Szia. Látom, ma nagyon sokan vannak az interneten. Hát a cseten is sokan vannak, és még többen hallgatják a rádiót, aminek én rendkívül örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Földön, vizen, levegőben természetesen, itt a cseten külön is a kedves barátaimat. És itt az ország határain kívül, de még a tengeren túlon is mindenkit. Ma néztük, hogy hány országból hallgatnak minket, és én nagyon boldog voltam rá. Nagyon. Mi újság van az oldalon, drágám? Hát, a barátaink írogatnak, írják a mindennapjaikat. Igazából én is későn érkeztem haza, aztán itt volt a Szilárd, aki az új besegítő rádiósunk is lesz a közeljövőben, aztán vendégeim voltak a Szilvikei Zoli. Tehát akkor nagyon... szóval voltak. Igen. Én a Szilárddal egy picit tudtam beszélni. Aztán én a Szuzikával beszéltem, aki megérkezett Magyarországra, már Győrben van. Nagyon jó. Vele beszéltem, és nagyon fáradt a hosszú út után, most éppen lefeküdt aludni, de boldog, hiszen itt van, és készülődünk a szombati napra. 10-ére, így van. Na, én egy dallal készülődök, akkor tessenek figyelni. Zsámolzsá! Hey! Kami! Köszönöm,
Na hát azért ez jól szólt ez a dal, mit szólsz hozzá, énesem? No, náka, mi, ne hülyéskedj, persze, hogy jól. És ezzel is szerettük volna Szuzikát köszönteni, hiszen neki is az egyik kedvenc énekese, Kami. Nagyszerű. Mondjál valami szépet, édesem. Szép a nap. Szép volt. Szép napod volt? Hát nekem minden nap szép. Az jó. Meggyőző. Amíg látom, addig csak ha, szép lehet. Ha nyugodt vagyok, meg te is olyan nyugodt vagy, nem? Persze. Nagyszerű. Valami jó téma kellene, hogy egy kicsit a... Témának itt van például, tegnap Mária volt a vendégünk. Igen. És szerinted jó volt? Igen. Szerintem is nagyon. Nekem tetszett. De eddig nekem még mindegyik olyan saját stílusú volt. Tegnap már jó komoly, volt. Komolyra vett a figurát, nagyon komolyan. De nagyszerű, nagy dolog. Ő egy életstílust vett föl szerintem. Ő váltott egy olyanra, azt mondta, hogy már nem is nézi hosszú idő óta a televíziót, de talán nem is kell, hiszen azt is mondta, hogy milyen pici gyereke van, és hogy boldog családban él, imádja a gyerekét, ami természetes dolog, és jobb is, hogyha az ember manapság nem nézi már a televíziót sokszor, mert talán nem lát, hall olyan dolgokat, amit jobb, hogyha nem idegesíti magát vele. Én úgy döntöttem, hogy ma ezt nem jó... Aj, de beleugrott ez a jó hangos zene, bocsánatot kérek. Én úgy döntöttem, hogy a jövő héten már tudom, hogy kit fogok meghívni. Anya. No, kit? Te tudod? Még nem. Hát akkor bejelentem, jó? Ásos Attilát, a pacsirtát. Aki a Megasztárban, nem tudom milyen helyet volt, meg hogyan, meg miképp, mert én egy kicsit kíváncsi vagyok ezekre a Megasztárokra, anyu. Jó fej az Attila. Én tudom azt, hogy jó fej az Imádom. Attila. Na, tényleg. Én egy dalt beszeretnék tőle játszani, jó? Engedelmükkel, hölgyek ura. Kérem szépen, hallgassuk a hangot. Na, hát akkor tessenek figyelni. Kapártak sejem szalagját, most a gyűrből csukál. A számlát úgy sem veszíthetjük el, most mégis legyük el. S mint szerint kéz a lázos gyermek forró homlokát, s mint rosszálom a felriaszt, és oda bújsz hozzá. Olyan jó, 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 de mondd, állj perc az ünnep. Oh, mondd, 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 meddig tart. A békem nehogy végleg elfeled, üzen, hogy létezik, hogy létezik. Mondd meg lepe, ha átnyújtom neked az ünnep perceit, az ünnep perceit. S mint félre kapcsolt csengetés, ha drága hangot válsz, s mint régi zsebben maradt pénz, mit szűk napon találsz. Olyan jó, jó, de mondd, hány perc az ünnep. Ó, mondd, 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 meddig tart. S mint szerint kész a lázas gyermek forró homlokán, s mint összeállom a felriaszt, és oda bújsz hozzám. Olyan jó, 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 de mondd, hány perc az ünnep. Ó, mondd, 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 meddig tart.
Lásos Attilánt hallották, hölgyeim és uraim, azaz mondhatnám a becenevét Pacsirtának hívják, anyu, ő a Pacsirta. Tudom, Pacsirta. És így közben van. A budapesti Icu írogat, és kérdeztem tőle, hogy minden rendben volt New York államban, mert ő ott hagyta a férjét, mert hazajött szabadságra, és azt hívja, hogy rendben van. Na, hál' Istennek, örülök neki. Kedves rádió hallgatók, el szeretném önöknek mondani, hogy ha iszik, ha nem, ezt be is tudom fotokkal bizonyítani, én is egyszer részt vettem egy ilyen helyzetben. Ezt te tudod, anyu? Nem. Na, ezt komolyan mondom. Az történt még az 1800-as években, ez Mexikóban történt, és jött egy nagy-nagy-nagy ilyen orkán, vihar, és úgy hívták, hogy Roxana. És ez egy napos volt, szóval egy nap volt neki a leforgása, és bezártak minket egy pincébe. Egy olyan pincében, ahol volt egy nagyon-nagyon nagy hotel, és ott tárolták a golfautókat. És aztán ott kaptunk plédeket, a földön aludtunk, de nagyon sok élelmet, italt kaptunk. Mondhatnám azt is, hogy lazítottunk, egy kicsit úgy be is kapcsolták a szellőztetést, és elvonult. Letarolta az egész falut, város, nem tudom mi volt az, és kész, ennyi volt. Mert előre felkészültek. Na, ezt csak azért mondtam el, hogy én már voltam egy ilyen hurikán. Van ben. Komoly, ez nagyon komoly volt. De nem volt áldozat, hál' Istennek. Mert időben észlelték, azaz mondták, hogy nézd meg, a Mickey Strain föltette a Star Arenát, anya. Helyes. Reklámozom a Star Arenát. Jó, nem? Úgy tudom, hogy leszünk 25-én tévéfelvétel, ugye? Azt hiszem, igen. Nagyon jó. Nem tudom. Ma olyan csöndes napunk van, nem? Vagy inkább nyugodt, kiegyensúlyozott? Nem tudom, mindegy, hogy hogyan nevezed, de szerintem menjen a zene, kicsit mozogjunk. Én úgy gondolom, hogy ránk fér egy kis felejtés, egy kis mozgás, egy kis rica. Legyen mondjam. Egy nagyon jó barátunk, mondjuk Kokas. És mit szeretnél tőle hallani? Szerintem az Umbalát. Umbalát? Aha. Na, hát ezt még úgyse hallottam tőle. Na, hát akkor fogadják nagyon sok szeretettel Kokast. Tanto éve dolom, alig várom a jön, vintes gyűrűt musár. Ez a nekem való, nincs is tán arra szó, mit érsz, nem járja át, járja át. Olyan, mint egy álom, én is sosem járunk, most a kezem, lábam jár. Jól szólnak a dobok, kongál és a tamok, jó ez a zene, jó ez a világ. Verem a bánatot, legyen szép hónapok, és hallgat most a zumbarát. Jó ez a ritmus, mond utánam, umbala umba, umbala umba, ha nem akarod mégis jár a lábom. Umbala umba, umbala umba, ha megjön a kedved, járjon bátran. Járjon, járjon, járjon. Jó, ez a ritmus pont utána. Umbala umba, umbala umba, ha nem akarod mégis jár a lábom. Umbala umba, umbala umba, ha megjön a kedved, járjon bátran. Járjon, járjon, járjon. Ez a nekem való, nincs Isten arra szó, mit érsz, a testem járja át, járja át. Olyan, mint egy álom, én ki sosem járunk, most a kezem, lábam jár. Vered a bánatot, legyen szép hónapot, és hallgat most a zumbalát.
ez a ritmus mond utána. Umbala, umba, umbala, umba, ha nem akarom, mégis jár a lábam. Umbala, umba, umbala, umba, ha megjön a kedved, járjon bátran. Járjad, járjad, járjad. Spuroljon kötelezőjét. Jó, ez a ritmus mond utána. Umbala, umba, umbala, umba, ha nem akarod, mégis jár a lábam. Umbala, umba, umbala, umba, ha megjön a kedved, járjon bátran. Járjad, járjad, járjad. Jó, ez a ritmus mond utána. Umbala, umba, umbala, umba, ha nem akarod, mégis jár a lábam. Umbala, umba, umbala, umba, ha megjön a kedved, járjad bátran. Járjad, járjad, járjad. Jó, ez a ritmus mond utána. Umbala, umba, umbala, umba, ha nem akarod, mégis jár a lábam. Umbala, umba, umbala, umba, ha megjön a kedved, járjad bátran. Járjad, járjad. Járjad. Na, umbala, umbala, jó kis nóta ez, nem? Sem. Nagyon jó. Aranyos. Jó. Lehet rá viccálni, és ez a legfontosabb. Ma este kérem szépen, nem akarok semmi más, csak ricálást. Na jó, egy-két kellemes szép dalt is beletehetnénk. Mit szólnál, hogyha a Kokastól még beletennénk egy szép lassú dalt, amit nagyon-nagyon sokan szeretnek? A Füredi Anna bált. Hát akkor legyen. Jó, oké, meggyőztél. Fogadják sok szeretettel. A Füredi Anna bált, és szóljon mindenkinek, aki itt van a cseten velünk, illetve aki nincs a cseten, csak hallgatja a Merci Rádiót. A Füredi Anna bálon szól a zene szó, lesz is ott nagy dínum, dánum, szív, muzsika szó. Ketten ültünk egy asztalnál, ő és én magam. Néztem, néztem, és azután alig volt szava. Egyszer aztán asztalunkhoz jött a mély cigán. Megkérdeztem, mi a nótát, édes kicsi lány. De a kislány halkan csendben csak ennyit felel. Nincsen nótám, és a nótát nem is szeretem. Akinek nótája nincsen, annak szívesi. Ha nem hiszel a nótában, szíved beteki. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogom, és ahol majd senki se lát, meg is iratod. Egyszer aztán nagy híj járta be a falucskán, gazdagul szívette el az édes kicsi lány. Hatfogatos hintó állt a templom előtt, a faluban nem is volt még ilyen esküvő. Kilenc szobás palotában vitték az új pár, körülöttük a sok szolga lábúj jegyen jár. De a kislány mégsem boldog, könnyes a szeme, mert a kertek alján fellangzik a régi szép zene. Akinek nótája nincsen, annak szívesi. Ha nem hiszel a nótában, szíved beteki. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogod, és ahol majd senki sem lát, meg is iratod. Elfeledni utoljára megállok egy fogadó elő. Benézek a fogadóban, és mit látok ám? Kislány ül a zongoránál, és zongorázik ám. Akinek nótája nincsen, annak szívesít. Ha nem hiszel a nótában, szívedbe tekints. Lesz egy fiú, kinek nevét titkolni fogom, és ahol majd senki sem lát, meg is iratod. Akinek nótája nincsen, annak szívesít. Ha nem hiszel a nótában, szívedbe tekints.
Lesz egy fiú, kinek nevén tikkolni fogom, és ahol majd senki sem lát, meg én siratom. Hölgyeim és uraim, önök Kokast hallották, a Füredi Anna bában, és ez egy feldolgozás volt, mert papírforma szerint ez egy lassú dal. Igen, érdemes. Van-e a lassú változata is? Hát van, aki így szereti, van, aki a lassú változatát szereti. Szerintem meg fogjuk majd később egyszer hallgatni a lassabb változatát is. A Major Gabika már nagyon-nagyon készül, nem sokára ő pihenni tér, hiszen hajnalban ő is útnak indul jön Hollandiából. Jön haza Magyarországra. Gyűsz, te jány! Gyűn, hát! Gyűsz. Na, azért. De boldog vagyok, komolyan. Figyelj, anya! A legtöbb ember ott hibázza el. Aha, már megint pacsirtázunk. Tudtam. Tessenek hallgatni ezt a hangot. Na, Gabika, hogy tudjál majd aludni, és hajnalba korán kelni, és útnak indulni hazafelé. Na, akkor ezt a Gabinak, hogy jól tudjon utazni, vagy aludni? Hogy legyen olyan? Állj még egyszer, állj. Vissza elejéről. Na, akkor indul. A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha-néha álmodozni meg. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapon, de büntetésen büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli báb, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhány álmodozni meg. Így tettem én is, vesztettem én is, de bármi vár, nekem megérte mégis. Én nem tudom, mi lesz a holnapon, de büntetésen büszkén vállalom. Engem is megcsalt egy déli báb, de most mi lesz, hogyan tovább? Egy visszaútnak mindig lenni kell, talán most nem hibázom el. Talán most nem hibázom el. Hölgyeim és uraim, önök Ásos Attilát hallották, meg se tudok szólalni, mert még a hang itt a nyelven van. A pacsirtát. Igen, és... Ásos Attila pacsirta, mindenki így hallgatta őt, amikor javában ment a Megasztár. És... De azért megkérdezzük tőle, hogy ez a pacsirta, ez majd hogyan lett, hogy keletkezett. Én nagy tisztelője vagyok a hangjának. Emlékszel? Valahol voltunk Székelyföldön, amikor egyszer úgy ültünk az asztalnál, képzeljék el, hölgyek, urak, és vacsorázgattunk, csemegészgettünk. És a VIP-asztalnál ültünk méghozzá Csíkszeredában egy hatalmas televíziós felvétel koncert idején. Ez még Fási Ádám
idejében volt. Igen, és ugye eszem, hajtom le a fejemet. Eszünk és eszünk, mind a ketten fölnézünk, összenézünk. Összenézünk, és akkor mi ez? Ki ez a hang? Ásos Attila és mondta, hangja. Hogy fú, hát ezt meg kell néznünk, hogy ki énekel, és akkor volt az Ásos Attila pacsirta. Majdnem szerelem volt, és majdnem igazi Ajja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 j
egy kis funk. Ez is egy jó feldolgozás. Tudom, minden véget ér, elszállt a nyár, oly messze már. Hát elmúlt, azt sem értem, hogy miért, mégis úgy fáj, hogy elmentél, elhagytál. Majd nem szerelem volt, és majdnem igazi vár. Egy percig fölép hajót, már ment is tovább. Majdnem sikerült már, egy lépés volt csak az ég. Az álma öt pátyolát, de tépted szét. Hát elmúlt, tudom, minden végét ér. Elszállt a nyár, oly messze már. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért, mégis úgy fáj, hogy elmentél, elhagytál. Mondom, majdnem szerelem volt, és majdnem igazi vágy. Egy percig fölém hajolt, már mentsz tovább. Majdnem sikerült már, egy lépés volt csak az ég. Az álma öt vágyulá, betéted szét. Énekeltem engedelmükkel, szíves elnézésüket kérem. Önök még mindig a Merci Rádió éjszakai baglyok adását hallgatják, és hogyha valaki az új Merci együttes kedvelők csoportjába beszeretne lépni, és van fotója is, normális neve, nagyon-nagyon várunk itt mindenkit, igaz, anyu? Nagy tisztelettel mondhatnám azt. Nagyon-nagyon várjuk azokat, akik természetesen figyelembe veszik a pár kikötésünket, azért, mert ez egy zárt csoport azért, és mindenkit nem veszünk be. El szeretném mondani a kedves rádió hallgatóknak, de inkább azoknak a kedves barátainknak, akik szombaton megtisztelnek minket jelenlétükkel. Budapesten lesz anya 24. születésnapja,
Attila is részt vesz a rendezvényen, és eljön 11 is. Kerületben lesz a Hengermalom utcában. Na kérem Ferenc szépen, Ferdinánd akkor most étteremben. Egy kicsit roxánázzunk, hagyj szóljon. Buli. Mercy. Húzósan olta volt édesem, igaz? Nekem ez nagyon. Ez azt mondják, hogy úgy ez ilyen slágeres jellege van, de hát én nem tudom, majd adja magát. Mit szólnál egy tolnai dalhoz? Örülnék neki. Egy jó kis vidámhoz, oké? Na, ismerik önök Tolnai Andrást? Aki nem ismeri, akkor majd most olyan megfogja. Olyan nincs, aki nem ismeri. De szerintem ismerik. Az éjjel jól elhúzta a nótánkat, nem? Hú, nagyon. Na, hát akkor. Ja, Istenem, meghaló, házasodni akaró, édes fiam, ne halljál meg, az inkább házasodjál meg, a sötét időben, helyinoke, finoke, dilíroba, de javulom megenni, hogy a fene egyebek, se ide sosem eszünk, tiszta búza kenyere. Mikor szív a cigánylány, ha van szőr a bokája, ha nincs
szőr a bokáján, sejde mi éri, négyem a csupasz, lábú cigány egy ja Istenem, meghaló, házasodni akarjuk, édes fiam, ne halljál meg, a szinkát házasodjál meg, a sötétébe, a nagykabátom még itt, a most nem csinált engem a grós, csinált engem csizmad, fia, lábamon a körkajszáró csizma, csinált engem csizmad, fia, lábamon a körkajszáró csizma, hogyha egyszer elindulok, kalicska cigányhozó, hadd ideje fél órára, visszahozom hat órára. Hadd ideje fél órára, visszahozom hat órára. Hadd idejek fél órára, visszahozom hat órára. Hadd idejek fél órára, visszahozom hat órára. De vajon ki találta azt ki, hogy vasutat kell csinálni? Azon jár a rossz masina, ki a rendőröket hozza. De azon jár a rossz masina, ki a rendőröket hozza. De szeretnék hajnal csillag jelenni. Yeah.
Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim, ne felejtsék el, 100%-os magyar zene, és közben a csetelők közül Balog Ildikó kérdezi, hogy Miki, nem ismerem Tolnai Andrást, ha lehetséges szombaton szeretnék megismerkedni vele, mert úgy hallottam, ott lesz a szuper jó buliban. Anya, mi a véleményed Tolnai Andrásról? Szerinted ő szóba áll ilyen idegen hölgyekkel? Hát ennyire idegen hölgyekkel, annyira nem. Szerintem hát, csak egy asztalhoz fognak ülni. A messzi távolból üzenem Balogh Ildikónak, hogy... András kérésére. Igen, együtt lesz a csapat, és egy 12 üléses asztal. Igen, 12 kell. Személyes asztalnál egyben. És remélem, lesztek. Hogy akkor kedves Balogh Ildikó, lesz időd beszélgetni eleget a Tolnai és András megismerni. Művészúrral. Hát majd bemutatom neki akkor, anya, mit mondasz, jó? Biztos, hogy be kell mutatni az Ildikónak, mert még soha nem találkoztak. Nem is látták ezeket. Nem, nem. Szerintem. Mit mondasz, anya? Nem, nem. Anya, ismered te a Davidot? David. Persze, hogy ismerem. De csak azért megkérdeztem, biztos, ami biztos. Találkoztunk az Attila felvételén televíziós hölgyek felvételén. Urak, én meg szeretném önökkel ismertetni ezt a fiatal embert. Vannak ám dalai, csak önök nem tudják, hogy ő énekli ezeket a dalokat. Tégedül el ez a magyar srác. Például ez volt a slágere, anyu. Aztán na, van önnek is legyen. Mulatosa. Na hát akkor kedves rádió hallgatóknak beszeretném mutatni Davidot. Fogadják nagyon sok szeretettel. Ismerős dal, nem? Ah!
életem. Na hát, ez a fiatal ember, ez téged ölel minden magyar srác, vagy mit énekel, de nagyon jó, nekem tetszik. Még passzol is a rádiónkhoz, nem, hogy 100%-os magyar zene. És a Balogh Ildikóra válaszolt Sós Joli anya erre a levélre, hát, hogy ez a Tolnay András csupa szív lélek. De én azt fogom csinálni, édesem, hogy a szombati nap valószínű, hogy én leszek a hopmester, ugye? Megengeded? Na, hát úgy érzem, a házigazda, nem is lehet más. És a mikrofonom keresztül be fogom mutatni mindenkinek, mindenkit be fogok mutatni, és akkor így nem lesz gond, és akkor mindenki barát lesz, nem? Persze. És nyugodtan oda lehet menni, beszélgetni, meginni egy italt a kedves művészekkel, mert én úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy közelebbről is megismerkedjenek. Lesznek prominens vendégeink is, még azon kívül, akik nem énekelnek. Sorolhatnám őket, de nem akarom, majd az lesz a meglepetés, hogy ott van az is, jaj, az is itt van. Igen, szóval ez egy kicsit, nem lövöm el a patronokat, mert azért akarok valami kis meglepetést is adni a kedves vendégeknek. Balogh Ildikó szerinted a Cseh TV-t nézi, anya? Hát ki tudja, majd mindjárt kiderül. Biztos vagyok benne. Mindegy, én azért egy dalt ide tettem. Összetart a dal minket, azt itt a... Ez a dal. Minket, és mindenkinek, legyőz, minden, aki szereti a szépet és a jót. Borult, s könnyed, ha szól a dal. Csak egy kicsit még, és meglátod, másképp is láthatod a világot, hogyha úgy tiszteled a másikat, mint önmagad. Sűrű erdőfái között eltévedtem én, de te irány mutattál. Legszomorúbb perceimben te jöttél felé, és megvigasztaltál. Ay, 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 szólt egy dallam, megpendült a gitár. Na, 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 ra, na, na, s a szívem szállt veled tovább. Összetart a dal minket, a zene legyőz mindent, még a háborút s könnyed, ha szól a dal. Gondom, bajom elfeledtnek tűnt, mikor megérintettél. Éreztem egy tüzes érzés lángolt legbelül, amikor hozzám értél. Áj, 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 szólt egy dallam, megpendült a gitár. Na, 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 ra, na, na, s a szívem szállt veled tovább. Összetart a dal minket, a zene legyőz mindent, még a háborút s könnyed, ha szól a dal. Csak egy kicsit még, és meglátod, másképp is láthatod a világot, hogyha úgy tiszteled a másikat, mint önmagad. Távol indultam el arra felé, végighajtott a remény. Sugaraktól izzó testem megtörte a fény, lejutok a hegy felé. Áj, 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 szólt egy dallam, megpendült a gitár. Na, 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 ra, na, na, s a szívem szállt veled tovább. Összetart a dal, összetart minket, a zene legyőz, a zene mindent, még a háborút, még a háborút, s könnyed, ha szól a
Ők a Merci Rádiót hallgatják, hölgyeim és uraim. Egy nagyon szép dalt játszottam be önöknek, de van ennél egy nagyobb nagy hírem, mely a Katerina, az új Merci Rádiós kedvelők oldalán a PUC. Katerina, jól mondom anyuka? Igen, Katerina. Katerinának ma van a születésnapja, a 24. Hát Katerina, a Jóisten áldjon meg, és kívánok neked nagyon hosszú életet, boldogat, békéset, és egészségeset, mert én úgy gondolom, az egészség mindennél fontosabb. Így van, és annyira jó lelkű a Katerina, annyira sok szeretet és segítőkészség van benne, én nagyon tisztelem őt érte, és itt a csoportban is nagyon-nagyon sokan. Fogadja tőlünk most a boldog születésnapot. Ezt te is jól tudod. Másként kelt fel reggel a nap, és másként járt a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogad el vidám kis dalunk. Hogy boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeit, és légy nagyon vidám. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogad el vidám kis dalunk. Hogy boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Tavasz után eljön a nyár, és ősz után a tél. De minden évben eljön a nap, amikor születtél. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogad el vidám kis dalunk. Hogy boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Boldog, boldog, boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, önök az új Merci együttes kedvelők oldalát is lehet látni, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, most még egyszer megismételtem magamat, mert Pucovának nagyon sok boldogságot köszöntünk dalban, de hát menjünk tovább. Én elővettem egy régi-régi dalt, én tudom, hogy a Katerina és a kedves Sándor szereti a Siher Ferit, fogadjátok sok-sok szeretettel. Muzsikus a szívem. Éjszakáról éjszakára rácsapok a zongorára. Itt nyúlhat velem minden nagy vagány. Gazdag lehetsz, vagy csóró, szegény, nem számít, csak boldog legyél. Gyere testvér, nyúlhass velem. Nem kell most a gond a bánat, felejtsd el és élj a mának. Üzzük el azt, amitől fáj a szív. Ígyünk egyet, erre, arra, jó lesz az majd néhány bajra. Gyere, gyere, mulass velünk. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobok bennem, én úgy dalolok. A boldogság, a vidámságot a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom. Ahogy dobog benne, én úgy dalolok. Nem kell a rossz kert, nem kell a könycsepp. Üzzük el a bánatot. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom.
ahogy dobog bennem, én úgy dalolok a boldogság, a vidámságot a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom, ahogy dobog bennem, én úgy dalolok. Nem kell a rossz kett, nem kell a köncse, üszük el a bánatot. Egyszer élünk egy az élet, ha megtörtént, már úgyis mindegy. Nem sírom vissza már a bánatom, átmulatva minden ilyet, a jó Istent arra kérem, ne legyen köncse az arcomon. Nem kell most a gond a bánat, felejtsd el és élj a mának, üzzük el azt, amitől fáj a szív. Ígyunk egyet erre, arra, jó lesz az majd néhány bajra, gyere, gyere, mulass velünk. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom, ahogy dobog bennem, én úgy dalolok a boldogság, a vidámság, a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom, ahogy dobog bennem, én úgy dalolok. Nem kell a rossz kett, nem kell a könycsepp, üzzük el a bánatot. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom, ahogy dobog bennem, én úgy dalolok a boldogságot, a vidámságot, a világnak elhozom. Nekem muzsikus a szívem, én nem tagadom, ahogy dobog bennem, én úgy dalolok. Nem kell a rossz kett, nem kell a könycsepp, üzzük el a bánatot. Nekem nem kell a rossz kett, nem kell a könycsepp, üzzük el a bánatot. Siher Ferit hallották, hölgyeim és uraim, menjünk tovább. Hát akkor Katikának, még egyszer, vagy Katerinának, mondd, hogy boldog születésnapot! Isten éltessen, szép asszony, boldog születésnapot! Na, hát ez volt a meglepetésem, Katikám. A jó Isten áldjon meg, és a jó Laci betyár szeretne neked egy pár szép mondatot, köszöntőt mondani születésnapod alkalmából. Az Isten áldjon meg, Katinkám. Azt kívánom, hogy álmodjál mindig fekete betyárról, ugyanis... Ha megnézed a Krúdi álmos könyvet, az azt írja, hogy aki fekete betyáról álmodik, az szerencsés lesz egész életében. Hát akkor kívánunk Katikának és a kedves családjának szerencsés életet, hosszú életet. Mit hoztál nekem, Lacikám? Légy olyan kedves. Sokat vagyok uton, ide a mikrofonba kell beszélni, ezt nem szoktam meg, Miki rutinos ebbe, és nem tudok mindig idejönni, hogy mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánjak. Ezért most jövök a stúdióból azért ilyen későn, és felmondtam, hogy majd bízok be, hogy Miki azért bejátsza egy párszor, hogy mindenkinek boldog karácsony és új éve legyen. Na, meghallgassuk akkor, Laci. Hallgassuk meg, hogy sikerül. Na, hagylám. Kárpátia gyümölcseit napérlelten nem a fagy. Szeven szedett igazságot zár magába a palac. Állatsember tejjel kezdi, állatnak majd vízdukál. Igaz ember előbb-utóbb nem iszik, csak pálinkát. Hú, de mulattok, húj! Pálinkában gazdag karácsonyt és új évet kíván a jó Laci betyár. Kárpátia pálinka. Ennyi volt, Lacikám? Ennyi, Miki. Hát örülök, ha ezzel a fél perccel beférek ide hozzá. Ez jó volt, Lacikám. Úgyhogy, ha nem vagyok, akkor légy szíves majd karácsony előtt. De én úgy gondolom, hogy jó lenne meghallgatni ezt a dal teljes mértékben, nem? Köszönöm, köszönöm, Miki. Felkonferálod, ha megkérlek rám? Szép asszonyok, jó emberek, alattam a pult, már inog, itt van, megjött Kylie Minogue helyett a jó Laci betyár. Na hát, akkor csináljon a dal. Kárpátia gyümölcseit napérlelten nem a fagy. Szeven szedett igazságot zár magába a palac. Állatsember tejjel kezdi, állatnak majd vízdukál. Igaz ember előbb-utóbb nem iszik, csak pálinkát. A gyümölcseit
gyümölcsnek párlata, pálinka. A világnak nyolcadik csodája, egyet iszol belőle, jó kedved lesz majd tőle. Pálinka, pálinka, magyar pálinka. A magyar nép soha nem volt eszetlen, mindig tudta mit, hogyan, hol keressen. A pálinkát feltalálta, így lett a világ csodája, hungarikumunk a magyar pálinka. Hey, gyere ide, babám, ne óra, öntsük fel a pálinkát a garatra, ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Eger szegi veszes gödör, bőg a legény, mind az ökör. Így csodája volt addig a világnak, a magyarok még pálinkát nem csináltak. Azóta mindenki tudja, hol van a legjobb pálinka, Kárpátiában legjobb a pálinka. Nem haragszik reám az én asszonyom, tudja csak a gyümölcslevét fogyasztom. Lehet ágyas és szeszélyes, az biztos, hogy világhíres. Pálinka, pálinka, magyar pálinka. Hey, gyere ide, babám, ne oda, öntsük fel a pálinkát a garatra, ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Hey, hopp! A pálinkának nincs párja, ezért a világ nyolcadik csodája. Lelke gyógyít, gyomrot javít, ahol halad fertőtlenik. Pálinka, pálinka, magyar pálinka. Hey, gyere ide, babám, ne óra, öntsük fel a pálinkát a garatra, ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Hey, gyere ide, babám, ne óra, öntsük fel a pálinkát a garatra, ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Hey, gyere ide, babám, ne óra, öntsük fel a pálinkát a garatra, ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Hey, gyere ide, babám, ne óra, öntsük fel a pálinkát a garatra, ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Ismételjük poharunkat emelve, mondjuk egymásnak, hogy egészségedre. Önök a Merci Rádiót hallgatják, a mikrofonnál a Jó Laci, betyár. Közben én is látom a beírogatásokat. Köszönöm szépen Zsuzsának, Gyöngyinek, tehát mindenkinek. De a következő számot Bakiné Terikének szeretnénk küldeni. Ő küldi. Katerinának. Isten éltesse, hát még egyszer. Hát a Katerinás dalt elővesztük. Hát akkor Katerina, szóljon Katerina. Trencsina, ott lakik a Katarina. Nedaliko ott Trencsina, ott lakik a Katarina. Csábos a szeme, lehetnék a kedvese, így szerető várjon ma, kinek neve Katarina. Csábos a szeme, lehetnék a kedvese, így szerető várjon. Kinek neve
Hölgyeim és uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, és itt van mellettem a jó Laci betyár, mely egy kicsit fölvidított engemet, itt gyorsan jó pofizott velem, hál' Istennek, nagyon jóba vagyunk vele. Mondhatnám azt is, hogy nagyon jóba vagyunk, mert ilyen 23 óra magasságában csak bejön, és azt mondja, hogy kellemes karácsony. Nagyon örülök neki. Fogadják sok szeretettel, loka-loka. Loka, 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 a szívem neked súgja. Loka, 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 szerelem, szerelem, miért fagyítod a szívem? Miért vágyom rád minden éjjel szüntelen? Én nem tudom, nem tudom, miért szeretlek oly nagyon. Nélküled az életem egy romhalom. Gyere, bújj hozzám, ha úgy érzed, hogy hiányzom.
Micsoda, Lacikám? Halljátok meg, emberek. Hát akkor halljátok, emberek. Alapon fejemre vágom, én padra vígan megyek. A haláltól én nem félek, a hóhérral szembenézek. Az utolsó kívánságom, teljesítsétek, hogy azt húzd prímás a fülembe, vége van már a nyárnak, nem nyílik a sárga rózsa már az öreg begyárnak. Barna kislány az ölembe, a búbánat feledjen, cigány banda az asztal sarkán vidám nótát zenéljen. Hol vagytok már, fodros szoknyát, kocsmáros nép merre jár? Gyertya tartó százice volt, újra itt a vénbegyár. Pusz-pusz prímás, te rongyos éle, cimbal most megtarts vele. Nyisd ki csapos a csingilingi csárdát, szép leányok, jöjjetek! Fodros szoknyák, kocsmáros né merre jár? Gyertya tartó százice volt, újra itt a vénbegyár. Pusz-pusz prímás, de rongyos éle, cimbal most megtarts vele. Nyisd ki csapos a csingilingi csárdát, szép leányok, jöjjetek! Pusz-pusz prímás a fülembe, vége van már a nyárnak. Nem nyílik a sárga rózsa, már az öreg begyárnak. Barna kislány az ölembe, a búbánat feledjen, cigány banda az asztal sarkán, vidám nótát zenéljen. Hol vagytok már, fodros szoknyák, kocsmáros némerre jár? Gyertya tartó százice volt, újra itt a vénbegyár. Pusz-pusz prímás, te rongyos éle, cimbal most megtarts vele. Nyisd ki csapos a csingilingi csárdát, szép leányok, jöjjetek! Nyisd ki csapos a csingilingi csárdát, szép leányok, jöjjetek! Na, hát mit szólsz ehhez a dalhoz, Laci? Hát én már hallottam csak most, hogy fölkerült a Facebookra, Laci Betyár Oldalra, meg így megjelent a YouTube-on is, és az igazi kokasurat is láthatják, aki megnézi a primásod a kokas. Az is, őt is kokasnak hívják? Ő az igazi kokas, Bunyós Pityunak a prímása, aztán elszerettem a Pityutól, mert ügyes prímás. Ő az igazi kokas, akinek elrabolták a nevét. Nem tud, mindegy, van több kokas is. Laci, maradjunk a témánál. No. Mi van veled? Vagyunk mind... A befőtt. Nem, én ennél perverzebb dolgot akartam mondani. Na. Voltam már jobban is, de hát az sokba került. Most meg így a téli napja, hétköznapokban dolgozgatom otthon, hétvégén, hála Isten, még mindig zajlanak a fellépések. Meglepően jól alakult a december, céges rendezvények, vannak Mészfesztivál Egerszegen, meg hasonlóak. Miki meg itt nem győzök olvasni, úgy tekeri előttem. Hú, de jó csajok ezek a Simonné, milyen csajokat rakott fel. Várj, Erzsó, te is ott vagy köztük. Na, de ha felfrissíted, akkor még jobban meglátod. Laci, úgy hallottam, hogy készül az új lemezed. Mi ebbe az igazság? Hát ez, ami most utoljára ment nóta, ez róla, tehát arról a lemezről való, de ne csinálj, mintha nem tudnál róla, hiszen nagyon sokat dolgoztunk a stúdióba, hiszen dalotok, a Kárpáti, a Pálinka, a címadó dala is lesz a címe a lemeznek. A Jó Laci Betyár bemutatja Kárpáti, a Pálinka, amit Erzsó, Miki,
közösen csináltunk, mert mondtam, hogy kéne egy igazi pálinkanóta. Volt is, tehát mind a két pálinkanóta Merci zene, de ez kimondottan a címadó dal lett, ami reméljük hamarosan a heteken belül most már megjelenik. A videoklipjeit már lehet látni a Facebookon, csak a Laci Betyát kell keresni. És ez itt a reklám helye. Azt mondták, hogy ezért lehet reklámozni a weboldalakat. Mindent lehet. Egy pillanat. Maradjunk még ennél a reklámnál. A reklám az úgy van, hogy az én fenntartom a reklám jogát a rádióban és az új Merci együttes kedvelők oldalán. És hogyha én megengedem, akkor azt mondasz, amit akarsz, Miki, ha nem sértő. Miki, megengeded, hogy bemondjam a Facebook oldalamat? Légy olyan kedves, megtisztelné vele. Keressék a jó Laci Betyárt a Facebookon, de én is itt voltam, vagyok köztetek valahol. Egyébként. Hát tag vagy te is, be is családtag vagy. Valahol, mert szoktam nézni, Mikitől mindig jön, hogy a Merci rádió este, csak magyar zenék, csak szép asszonyok, mert Mikinek minden asszony szép asszony, főleg aki őt hallgatja. Nézd, Erzsó, az te vagy, Miki? Igen. Ja, tényleg. Hamarosan, hiszen lesz a névnapod, Miki, nem? Hát, december 6-án. Mit hozol a zsákba? Szeretetet. Hallottad az új hírt, Laci? Na, mesélj. Hogy megnyílott a szeretet minisztériuma? Ja, igen, azt olvastam, nem hallottam, olvastam. És mit szólsz hozzá? Ez kinek az ötlete volt? Az enyém. Az én kutfőmből jött, hogy hát ha már van ilyen minisztérium, meg olyan minisztérium, akkor szeretett minisztérium miért? Én hogy lehetnék nálad egy tárca nélküli miniszter? A szeretett miniszter? Mert adott, igen, tárca nélkül vagyok, és én is szeretek, nagy szívem van, nagyon sokan elférnek benn, így lehetnék a szeretett minisztériumának a tárca nélküli minisztere. Jó, Laci, akkor ettől a perctől ki vagy nevezve. És a Bossitól kérnék egy oklevelet, légy olyan kedves, Bossikám, írd meg, hogy a tálca nélküli miniszter de így többen vagyunk, a szeretett minisztériumában a jó Laci Betyár. Te, Miki, az jutott eszembe itt közben a Mikulásos képedről, amit a Facebookon nagyon nézek. Jó. A macskák, mikor beszélgetnek, és kérdez az egyik macska a másiktól, hogy te mit szeretnél Mikulásra? Hát én nagyon sok kis cicát. És te, én is nagyon sok kis cicát szeretnék. Erre jön a kandúr, és azt mondja, a lányok, megjött a Mikulás. Hát körülbelül ez jutott eszembe rólatok. Na, végre valaki, aki tud viccet mondani. Laci, képzeld el, már napok óta, hetek óta azt várom, hogy na majd valaki elmond egy jó viccet, amin tényleg lehet nevetni. Hát én azokat nem, tudod, mindig spontán jönnek a... Hát ha mi ketten leülünk, ott szokott van. Általában lenni valami. Ja, és akkor voltak éppen karácsonyra, már lehet kapni a boltokban a lemezt? Nagyon bízom benne, de hát Isten mai döntenek erről. Én bízok benne, ígéretet kaptam, tárgyalások folytak a most már nem Magneótól, nem akarom megsérteni, a Magneótonnak a Tonton valamilyen folytatása, ugyanúgy Jós Pistiék csinálják, ők fogják kiadni. Mindegy, jelenleg. Szóval gyűn. Igen, úgy gyűn. Legyen. Aki, tehát a fő támogatóm itt is a Kárpáti, a Pálinka, úgyhogy... Laci, kaptál itt egy pofont a Pistitől? Ja, ott kaptam egy új fotót, aha. Az Komár Pisti, a rendőr szépség királynő választáson voltunk. A Pityu vala, valamilyen palotta, karate palotta, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Most Laci, most tényleg nem akarok veled itten jópofizni, meg vagyunk mi olyan jó haverságban, hogy veled lehet viccelődni, de Laci, ki vagy te? Én értem a viccet, de nem szeretem, Miki. Ki? Laci, ki vagy te egyáltalán, hogy kerülsz te, vagy mi ez a pálinkás história? De ezt komolyan mondom, hogy most... Te vagy az arca, vagy milyen arca? Vagy kudarca, fene tudja, de tudják, hogy jó pálinka ivó vagyok, és bizonyítottam már nagyon, mikor mondják, hogy ők is szívesen csinálnák ezt, amit én, hát ez nekem nagyon sokat kellett innom, hogy elérjem, hogy pálinkászassak. Laci, ne mondd ezt, az Isten áldjon meg, mert azt hiszik, hogy alkoholista vagy. Figyelj, az alkoholisták ugyanazok, mint mi, csak őket lenézik. Tehát ennyi. Anya itt hátul mosolyog. Na, akkor még egyszer csapó. Laci, van egy cég. Azt hogy hívják, azt a céget? Ez az Ital Magyarország, a legnagyobb italforgalmazónk. És vannak ugye saját termékeik, borokba, pálinkákba, de forgalmazzuk a Bok, a Takler, a Fritman, sorolhatnám borokat, a Bognár, a Villanegra, a Bátori borokat. Egy nagy italforgalmazók vagyunk. Aha. És ugye nem elég meggyártani egy terméket, nagyon jó termékek vannak, nagyon finom pálinkák vannak, ezt el is kell adni, hitelessé kell tenni azt, hogy azt mondják az emberek, akik itt szeretnek, hogyha ő megissza, akkor én se köpöm ki.
Ez meggyőző volt. Ági van? Csókolom, Ági van, igen, az Ági Szörp újra azt is gyártjuk, és merem ajánlani mindenkinek. Biztos, hogy nem az a felhígított Tesco kategória, de meg kell kóstolni, hogy egy kicsit, mint a régen a nagymama, amikor egy kicsit öntött a pohár aljába, felengedte szódával, ugyanazt az ízt fogja visszakapni, de már gyártjuk mellé az Ági Sziki szódát is. És az micsoda? Hát a sziki, tehát ugye az Alföld a szikes kutuból való, értem. A szikvíz a sziki szóda. Értem. Voltak éppen akkor egy olyan málna szörpöt, nem fejlesztetetted ki, hanem egyszerűen megcsináltátok azt a régit. A régi ízt, igen. Pontosan egy kicsit nosztalgiáztok akkor voltak éppen, és a minősége is, mondhatom azt, hogy kiváló, mert minap én is megkóstoltam. Köszönöm. És én sima vízzel iszom, megmondom őszintén, most ez tényleg nem a reklám helye, de rendben van, és mindenkinek merem ajánlani, hogy van benne cukor. Vagy valami olyan édesítő, amitől a szám, most elmondom nektek, mi a poén, én most nagyon őszintén, most lehet, időnk van, hallgatók csak nem fognak minket lelőni. Az van, hogy vannak ezek a kamukári, nem tudom, én nem akarok megbántani senkit, nem is akarok mondani neveket, és ócsó. Én elhiszem, hogy a gyerek az megiszta a színes vizet, mert kisfiam, ez málna, meg kóla, meg szőke kóla, meg barna kóla, és ha ezekből iszok egyet, képzeld el, Laci, tudod, így összejön a nyál a számba. Úgy van. Ezt komolyan mondom, és azáltal ugye, hogy ebbe édesítőszer van, tudomásom szerint. Tartósítószert nem, hogy mondják, nem tartalmaz tartósítószer, de korlátlan ideig eláll. Tehát mind a nagymama szörpjei voltak annak idején. Vagy a kocsonya az ágy alatt. Igen. Amiben porosodott. Na, most arról van szó, és én most ezt nagyon komolyan mondom, de különben tényleg ki lehet próbálni. Minap ugye hoztál nekünk, és mondom, Ági, és ha iszik, hanem nem jött össze a nyál a számba. Menjünk tovább, Laci. Voltak éppen ezt a lemezt minden pálinka mellé adjátok, vagy hogy lesz ez? Hát lesz, ugye boltokba is kerül. Én pontosan nem tudom azt, hogy a pálinkát egy karton mellé, egy üveg mellé, vagy mennyi mellé akarják adni. Ezek vevő találkozók vannak, ahol bemutatkozunk a termékekkel, és hogyha karácsonyra... Osztogatni fogjátok akkor. A pálinka mellé biztos jár egy pálinkás lemez is. Értem. Na, hány dalod lesz ezen a lemezen, Laci? 10, mert ugye készültem több számmal is, sajnos egyet valószínűleg le kell róla húzni, mert egy más árkategóriába tartozik jogdíjakba, ja, ha hagyjuk. Már 11. Szóval 10 dal lesz, és kész. És ezen rajta lesz a fő a pálinka, ugye, mert itt a pálinka. Mert két pálinka van, a Kárpáti a pálinka, mert van ugye a pálinka dal, és a Kárpáti a pálinka. Nóta, vagy valahogy én sem tudom. Nem halkogjál, Lacikám, mi van veled? Szedd össze magad a drága testom. Itt vannak a szerzők, és akkor itt derül ki, hogy rosszat mondok, holnap meg beperelsz, mert a rádiódban rosszul mondtam a szám címét, ne vicceljél már. Jó van, Laci. Hogy telt a nyarad? Jó volt? Meleg volt, de a napsütéstől sajnos száraz, a Balatonon el vagyok keseredve, nagyon-nagyon rossz állapotban van a Balaton, tehát az átlag vízmérsége a Balatonnak 118 cm, rendes esetben. Időjárás jelentés fog következni, olvassa Laci betyár. Jelen pillanatban pedig 45 centinál az átlag vízmérség, tehát bízom be, hogy nagyon csapadékos tél lesz, és pótolni fogja a vízhiányt a Balatonban, de nem csak a Balatonban, a földekre is ráfér, a Dunáról nem beszélve, ugye állnak le a hajók, úgyhogy jelenleg ez volt az időjárás jelentés. Értem, köszönjük szépen az időjárás jelentést, a jó Laci a jó Laci betyár olvast az időjárás jelentést. Laci, ez egy bohó, és tudod, ez egy őrült rádió, szeretik a vidámságot és a szeretetről szól. Ugye a karácsony előtt mit üzensz a kedves rádió hallgatóknak? Az öngyilkos jelölteknek. Olyan, reméljük, hogy olyan nincs. Pálinkába gazdag karácsonyt, majd ami meg remélem többször el fog hangozni a rádióba, és kívánom nekik, hogy szeressék a betyárokat. De ne csak a betyárokat, hanem egymást, nem? Egymást főleg. Attól függ, milyen betyár, sem mindegy, milyen betyár, tehát a kapcabetyárokat ne szeressék, mert az olyanok is vannak sajnos. Kapcabetyár. Azok kik? A rossz emberekre mondják, hogy kapcabetyárok, és sajnos ugye mostani hírekben, de most híreket nem olvasunk be, hallani ilyen fenevigyel kapcabetyárokról, és most nagyon... Hagyjuk a
visszafogottan mondom. Mostnivalót másra, engem vigyen fel a padlásra. Úgy legyen, Miki. Én nekem azt hiszem, hogy én el fogok most innét menni, elterülök, mint Hortobányon a furulja szó. Addig nem engedlek el, még egy igazi jó kis magyaros viccet nem tudsz elmesélni. Bezárom az ajtót, és kész nem is sehova. Na, fene vigyel. Na. Hát magyaros a székely, akkor egy székely viccet. Na, az, mondani. Az jó. Ugye a paraszt bácsik, a székely ember összehívja a falut, hogy beszeretne valamit jelenteni, mert köztiszteletbe áll az öreg. Összejön és elmondja, hogy uraim, halálos beteg vagyok, éces. Hazamennek, azt mondja neki a fia, édesapám maga nem éces, hanem májrákos. Ezt tudom, fiam, de ismerem a falut, ha én meghalok, ezek két héten belül rámásznak anyádra. Laci, ez nagyon jó volt. Ez tényleg jó volt. Jó van, Laci, oké, rendben vagy. Nagyon szépen köszönöm ezt az estét. Laci, mikor fogsz előfordulni a rádióban? Hogy előfordulok-e, azt nem tudom, de valószínű jövök, de tényleg, hála Isten, le vagyok úgy terhelve, most egy filmet vágok otthon a cégemnek, most jövök a stúdióból, felmondattam egy reklámspotot. Szóval van sok-sok-sok munkád. Hétvégén, ez csak így halkan, itt szűk körbe megemlítem, a születésnapomat fogom ünnepelni. Hát igen, ezt tudjuk, mert papírforma szerint ugye te is kaptál meghívást a 10-ére. Igen, a 10-én sajnos. Erzsó, te mikor, a napja mikor van? 10? Te 10-én, meg 9-én. És akkor nagy családi banzáj. Csak hát az Erzsó fiatalabb. 24 éves az Erzsi. Azt én nem tudtam, hogy mennyi, de nálam fiatalabb, az biztos én vagyok 32. Jó, oké, rendben van. Jó van, Laci, esik eső, erről mit tudsz mondani? Feldolgoztunk egy régi nótát. Melliket, Arankomán, melliket. Hát úgy kezdeném, hogy ezt a nótát először a Oszter Sándor hallgatta meg, és azt mondta, féltem, hogy mit fognak szólni az emberek, és azt mondta, hogy de jó, hogy feldolgoztátok, így talán minket se felejtenek el. Szerintem nagyon sok embernek fog mondani ez a nóta valamit. Hát akkor... Hogy kezdődik ez? Várjál, hogy van ez? De sikeső, szép csendesen csepeleg, Rózsa Sándor a kocsmába kesereg. Kocsmáros névot hozzon az asztalra, legszebb lányát állíja kis trázsára. No, még ilyet. De előszedtem az elfelejtett szövegeket is, tehát majd a végén. De Laci, ezt most tudod, mit csináltunk? Ezt csak én merem megcsinálni, hogy élő adásban énekelünk. Hát, és akkor én milyen bátor voltam. De Laci, figyelj, de zenész vagy. Én Laci, meg csak tanított zenész. Prominens vendégeket hívunk meg nap, mint nap, képzeld el, például tegnap Mário volt nálunk, és én nagyon ügyes vagyok ezek szerint, vagy boldog, vagy szerencsé. Én tényleg a szerencse fia vagyok, mert ugye tegnap egy Mário, máma este egy jó Laci Betyár, melyik rádió tudja ezt megcsinálni? És ott volt Ihos Jóska. Sorolhatnánk Kovács Erzsitől, Tillinger Attila, aztán a Bandi, meg hát hagyd nem, mert kihagyok valakit, megharagszik. És mindenki egy kicsit feszült, és izgul. Érted? Mert mindenki azt hiszi, hogy na most mit fog kérdezni Miki? Pedig én csak tényleg egyszerű kérdéseket teszek fel ám, Laci. Itt volt a Bunyós. A Bunyós Pityu is itt volt. Múlt héten itt volt a Pityu, képzeld el. És jó volt, rendben volt. Aranyos volt ő is. Na, akkor ezt még egyszer, Laci, akkor pillanat, csapó. Esik eső, szép csendesen csöpeleg, Rózsa Sándor a kocsmába kesereg. Kocsmáros névort hozzon az asztalra, legszebb lányát állíja kis trázsára. De kocsmáros névort hozzon az asztalra, legszebb lányát állíja kis trázsára. Na hát akkor kezdődjön a dal. Van még betyár a csárdába. De van ám. Ebúsulj cigány. Hiába is változott meg egy cudar világ. Más a kelme, más a konflis, más talán a csók. Pénzért mérik a szerelmet, talán így is jó. De esik eső, szép csendesen csöpörög, Rózsa Sándor a kocsmába kesereg.
Kocsmárosné borkozom az asztalra, legszebb lányát állí a kis rázsára. Kocsmáros... Hölgyeim és uraim, a jó Laci Betyár volt ma este a vendégünk. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltél minket. Én is jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, szép álmokat, aki esetleg pihenni indul. Rúzsa Sándor se vötte jesztréfán, fölkapott a sárga szűrű lovára. Rúzsa Sándor se vötte jesztréfán, fölkapott a sárga szűrű lovára. Lova, lova, lova viszi messzire, igyen est a kerek erdő mélyébe. Lova, lába megbotlott egy gödörbe, ott fogták el Rúzsa Sándor törökbe. Lova, lába, megbotlott egy gödörbe, ott fogták el Rúzsa Sándor törökörre. Rúzsa Sándort föltették a szekérre, úgy vitték a városbíró elébe. Városbíró üzeni a kapitány, Rúzsa Sándor nem ül többé paripán. Városbíró üzeni a kapitány, Rúzsa Sándor nem ül többet paripán. Rúzsa Sándor meghagyta azt levélbe, két gyermekét neveljék föl nevébe. Se Csikósnak, se Bojtárnak ne adják, ők is csak a betyárságot tanulják. Se Csikósnak, se Bojtárnak ne adják, ők is csak a betyárságot tanulják. Édesanyám, Csikós leszek, nem Bojtár, bevágtatom az alföldi nagy rónát. Fölnyergelem almás deres lovamat, lerúgatom véle a csillagokat. De fölnyergelem almás deres lovamat, lerúgatom véle a csillagokat. Hölgyeim és uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, és remélem, hogy nagyon vidám kis aranyos műsort adott nekünk a Laci, és most egy dalt szeretnék küldeni a Bossinak, mert felrakta a tálca nélküli minisztert, a jó Laci Betyár. Hát akkor ezek szerint van már egy kollégánk, akinek nincs tálcája a szeretet minisztériumába, de nagyon szeret osztogatni a szeretetet, ugye a jó Laci Betyár. Egy kellemes kis dallal szeretnék önöknek kedveskedni, ne otthon. Egy kis virág lehulva mit jelenthet? A kis virág vajon mit remélhet? Vízbe téve még így is szép lehet. Fontos voltál nekem. Lát a tenger. Tudom, hogy nem hazudhattam a legszebb éjszakát.
Cuki Cuki. Cuki, hölgyek, urak, egy kicsit a lassúba belement a gyors, de én úgy gondolom, hogy nem történt akkora nagy hiba és baj. Én azt vettem észre, hogy sírnak a lányok, rínak a kicsi libák, mert nem látták a Katikát a faluba. Cuki a lány, és látom, azért megmozdultak a hölgyek, előbb bújtak a szemnél szebb fotók. Látod, édesem, és ezt a Mikulás bácsit én, ez nagyon jó, nem? Ez ki csinálta, nézd meg? Hát a Bossi csinálta, most látom. Az. Na hát, cuki-cuki a lány, és úgy veszem észre, hogy elővettem egy jó kis mulatost, vagy mit adjunk, édesem? Mondjál valami, van valami jó ötleted? Jó ötletem? Jó ötleted? Nekem mindig van. Na, csupa fül vagyok. Mi lenne, hogyha egy jó kis kamidalt leadnánk, egy jó kis ricálósat? Kamit? Aha. Nem rossz. Hát a Kami, azt tudod, mindig ilyen kis vidám dalokat énekel. Na, hát akkor tegyük föl, szóljon ez a dal. Arra gondol, lehúnyom a szemem, fent többi már fel.
táncom én. Éhes vagyok, senkim sincsen, csak a csillagos ég. Én drága Istenem, csak azt kérem, kérlek, adj erőt, időt nekem. Nem vágyom másra, csak legyen végre egy meleg blokk helyen. És uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, és a jó Laci Betyár volt az éjszakai vendégünk, ő volt az egyik kakuktojás, nem anyu vagy bagoly, beszállt hozzánk egy picit, egy kis ajándékot hozott nekünk. Nem is igaz, ő volt a kakuk, a bagyok. A bagyokban ő volt a kakuk. Anya, én arra gondoltam, hogy ugye pénteken dolgozom, mert ugye vasárnap kellene, hogy dolgozzak, de vasárnap másnaposságomat fogom kipihenni, pontosan. És ha pénteken dolgozom, akkor pénteken este még adunk egy kis icike-picike kis ízelítőt a hölgyeknek, uraknak, és ugye szombaton lesz a születésnapod. Igen. És ott Budapesten ünnepeljük meg. De az interneten, azaz a család, az igazi családban mit szólnál hozzá, hogy estére hazaérünk? Vasárnap este? Igen, és egy kis beszámolót tartanánk, és hát akkor... Persze, biztos vagyok benne, hát este jövünk, délután, ebéd után jövünk haza. Igen, és akkor vasárnap este a Facebook oldalas kedves rádióhallgatókat hívnánk meg egy szülinapi zsúrra jelképesen. Jó, és akkor vasárnap este lesz a beszámoló, hogy milyen volt a szombat este. És riccálunk egyetre. És akkor bulizunk, mert a születésnapodat tartjuk itt az új Merci együttes kedvelők oldalán. Ötlet, megfelel? Igen, kiváló. Na, és kaptunk egy kitüntetést akkor. Épp azt nézem, hogy nagyon szép ez a Bossi milyen ügyi. Na, mi azt mondja, hogy Strein Miki és Hegedűs Erzsébet szeretett minisztériumá elnöke. Minisztérium elnöke. És kiváló minősítést is kaptunk hozzá. Köszönjük szépen. Nagyon aranyos vagy. Köszönjük szépen, Boszika. Hát mondom én, hogy ez a minisztérium megnyitott, és mindenkit szeretettel várunk. Aki egy icike-picike kis szeretetre éhes, vagy szeretne egy kis vidám hangulatot érezni így az interneten keresztül. Tudom, hogy nagyon nehéz, hölgyeim és uraim, hogyha valaki el van hangolva, le van hangolva, és azt mondja, hogy elegem van, mert ez jött, az jött, összejött, beborult az ég felettem. Hát tegnap én is egy kicsit szomorú voltam. Igen, de azért minden rendben volt, ugye édes? Mára reggelre nagyon-nagyon már úgy ébredtem föl, hogy boldog voltam, mert most mutatkozott meg az embereknek a szeretete. Bemondtam ugye, hogy nem lesznek szombaton velünk a Sihel Feriék, és ennek ellenére mindenki azt írta vissza kivétel nélkül, hogy nem mondják le, és nem ő miattuk akartak jönni, hanem miattam mindenképpen, és hogy mindenképpen jönni szeretnének, és én ennek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök. Boldoggá tett. Hát semmi gond, hát Istenem, ők elmennek, semmi gond, én szerintem
az élet megy hát, tovább. Persze, hát pénz, igen, nagyon nagy óra a pénz, meg minden, hát ez, erről ne is beszéljünk. Az a fontos, viszont a Tolnai András lett volna egy munka, és azt mondta, hogy ő nem megy el, mert akkor fáradt lesz, és nem tud a barátokkal úgy olyan szinten viselkedni, mint úgy fitten. De erre, és, elnézést, hogy közbe szólok, de erre ugyanúgy a Bunyós Pityu is és azt Bunyós mondta, Pityu is szintén Pécsen lett volna egy 8 órától egy fellépése, és ő is azt mondta, hogy akkor nem vállalja el, ha mi 8-kor kezdünk, mert úgy gondolja, hogy ő a szavátatai ott akar lenni, és nagyon aranyos volt, pedig mi mondtuk neki, hogy hát nyugodtan, Pityu, add le a műsorodat, aztán majd megérkezel, amikor végzel, mi még javába ott leszünk úgyis, és azt mondta, hogy nem, ő jön, és velünk akar mulatni, megígérte a lányoknak, letapossa a lábát. Szerintem, én nem tudom, milyen buli lesz, de kenyér lesz, anyu, zsír lesz, vörös hagyma lesz. Igen, zsíros kenyérbuli lesz. Hogyha úgy veszük, hogy ha csak ketten leszünk, én már akkor jól érzem magamat. De ez olyan dolog, emlékeztek rá, kedves rádióhallgatók, mikor kis tolmácsra mentünk, és azt mondtam, hogy ott beszélgettünk, és azt mondtam, ha van egy jó csapat, egy igazán jó csapat, teljesen mindegy, hogy hol van a rendezvény. Az lehet a sivatag közepén, egy erdőben igen. is, egy egyszerűbb kis vendéglátóegységben is lehet, de lehet egy fullos étteremben, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy együtt vagyunk, együtt leszünk, és ezt az energiát, mikor én átölelek valakit, anyu, ezt most nagyon komolyan mondom. Olyan, mintha egy fűzfát ölelnél át. Ne, hogy érted ez most? A szerencsét hoz. Most én ezt nem értettem, de nem baj. Majd egyszer, lehet, hogy a Cseh TV-t nézem. Én azt akartam mondani, édes, hogy mikor valakit átölelek, egy barátot, és érzem arra, azt az energiát, amit ad a kisugárzását. Igen, tudom, én értelek téged. Én erre akartam utalni ezzel az átöleléssel, és azokat a mosolyokat, az a feltöltődés, a szószoros értelmében, a sok-sok mosoly, azok a kellemes kis beszélgetések, viccelődések, ezek olyan feltöltődést adnak az embernek, hogy azt elmondani, nem tudom, azt érezni kell, és aki erre azt mondja, hogy ez hülyeség, mert nem igaz, mert a pénz, meg a pénz, nem igaz. Én ezzel nem értek egyet. Én inkább azt mondom, hogy igenis, hogyha az ember jó barátok között van, akkor nagyon sok olyan dolog meg van oldva, már lehet, hogy szíhésen is. Nem mert... látunk senkinek bele dolgaiba, édesem, ne is beszéljünk erről. És jó? Akkor is azt mondja, hogy jól érzem magamat, és még ha rosszat is, azt is jobban el tudja viselni. Anya, én erre akartam kitérni. Igazad van. Hölgyek, urak, én egy dalt ide készítettem, már nem tudom, hogy mit. Nem tudom, ezt tényleg nem tudom, mit készítettem. Igen, egy Jolit. Méghozzá? Kinek szeretnénk küldeni? Minden kedves rádió hallgatónak és azoknak küldeném, aki szereti a Jolit. Így van, és Timikének mindenképpen... Timi szeret, igazad van, igen. Mindenképpen a Jánkahegyi Gyuri csárdába. Nincs már tét a szívemben, most már nem fáj semmi sem. Édes lett az életem veled. Bárhol járok, velem vagy, téged látlak minden nap. Te érted, a szívem megszakad. Az élet.
szívemben, most már nem fáj semmi sem. Édes lett az életem veled, bárhol járok, velem vagy, téged látlak minden nap. Te érted, a szívem megszakad. Kedves rádió hallgatók, önök a Merci Rádió éjszakai baglyok randiának műsorát hallották és látták. Remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és mindenkinek köszönöm a figyelmüket. Mi legalábbis nagyot kacagtunk, nevetgéltünk, mert a Jólaci betyár az mindig megnevettet minket. A mikrofonnál Hegedűs Erzsi volt. És Trejna Miki. Na hát akkor mindenkinek nyugodalmas, békés, boldog, eredményekben gazdag éjszakát kívánok, egy kis mézzel összevegyítve. Remélem, hogy jól fognak aludni, fejfájás, mentes ébredést kívánok mindenkinek. A jó Isten áldja meg a magyarokat a földön, mindenhol. Amen. Repülj, madár, repülj, keresd ki, messze él. Mi hazájától távol van, de erejében magyar a vér. Szívében még tiszta, hol hun legendát rejt. Egy igaz magyar ember, ki soha semmit nem felejt. A láthatatlan bélyeg ott ragyog a homlokán. Ki magyarnak született, nem felejti el talán. Mit ősi vére diktál, hogy védje a hazán. Bárhol él a világ, énekli himnuszát. Isten áld meg végre a magyar, soha semmi rosszat nem akar. Mégis félben gázolt a lába, a történelem mocsarába. Nyújts feléje végül tart, uram, magyar ne legyen boldogtalan. Bárhol is él a nagyvilágba, adjon Isten áldást, reája. Ezer felé a magyar nemzetünk, hát fohászkodva kérünk, segíts nekünk Istenünk. Ne engedd el kezünket, vezess a jó úton, hogy szívünkben érezzük, még ma is összetartozunk.
szavakkal, mégis félben gázolt a ráva. A történelem mocsarába nyújts feléje védő kapuram. Magyar ne legyen boldogtalan, bárhol is fél a nagyvilágba, adjon Isten áldást reája. Bárhol is él a nagy világban, adjon az Isten